Üdvözöllek! Szivárgó talajvíz vízszintes áramlása esetén a vízállás eltérését a felső referencia szinttől egyszerű esetben homogén és csak egyetlen irányban változó egy olyan H függvény írja le, amelyre a tényítzet H második derivált X minusz HX jelölő nulla egyenlet teljesül. Ahol x a kezdőponttól mér távolság, t pozitív szám, ez a medence méretekből és áteresztő képességekből származó valamilyen paraméter. A feladat. Adjuk meg az egyenlet általános megoldását. B feladat. Legyen a t 100 méter, tegyük fel, hogy a h a nullában nulla, h derivált a nullában 400. Nézzük először az A feladatot. Keressük a megoldást Hx egyenlő E ad lambda x alakban. Helyettesítsük be az egyenletbe, használjuk fel, hogy az exponenciális függvény sehol sem nulla, megkapjuk a karakterisztikus egyenletet. Ennek a karakterisztikus egyenletnek két különböző valós gyöke van. Ezért az általános megoldás úgy írható fel, hogy hx egyenlő c egyszer e ad x per nagy t meg c kettőször e ad mínusz x per nagy t, ahol c egy c kettő tetszőleges konstansok. Nézzük a B részt. Ugye tudjuk, ne fejtsük el, hogy a nagy t-t azt megadták. Nagy t az 100. Kezdeti feltételek alapján 0 egyenlő h0. Tudjuk, az exponenciális függvény a nullában 1, ezért itt c1 meg c2 szerepel. A deriváltat az könnyű kiszámolni, exponenciális függvényről van szó, összetett függvény, erre kell vigyázni, tehát itt ugye megjelenik az 1 per nagy t, itt is az 1 per nagy t az 100. Tudjuk, hogy a h derivált a nullában 400-ad, ez az összefüggés, beszorzunk 100-zal, és egy nagyon egyszerű egyenletrendszer kapunk a C1-C2-re. Azt kapjuk a C1-2, C2 egyenlő mínusz 2, tehát a Hx felírható így, vagy ami hát lényegében ezzel ekvivalens, csak más néven, hogy ez 4-szer sinusz hiperbolikus az x század helyen